A Vándorviadal című országos vetélkedőn vett részt nemrégiben két bátaszéki fiú, két lány iskolatársukkal. A fiataloknak először egy ötkörös online versenyen kellett bizonyítaniuk, amely során nem csak a helyes megoldás, hanem a gyorsaság is számított. Az első fordulót sikeresen teljesítették, így bejutottak a legjobb 20 csapat közé. Sátorra, Jóújhely mellé, Herceg kútra érkeztünk meg az első nap. Ez körülbelül egy hetes tábor volt, ugye hétfőn délelőtt érkeztünk, és vasárnap délután érkeztünk haza, és három nagy részből állt maga a tábor is. Az első részt, mint egy csoportkörként tudnám leírni, itt az első 10 csapat ugye pontszerzések után maradt bent, majd pedig 4 csapatig szűkült egy kör olyan módon, hogy minden feladatból a legutolsó csapat esett ki, és ez ment a hét folyamán egészen ugye vasárnap délelőttig, amikor is befejeztük a nagy döntővel az egész tábort. Az egy hét alatt hullámzóan teljesítettek. Bozsolik Ákos elmondása szerint már-már filmbe illő szituációkba kerültek csapattársaival. Hogy hatalmas fordulatok, nagy mélypontok, nagy nyertes meccsek nálunk is ugyanúgy megvoltak. Voltak olyan pillanatok, ahol azt éreztük, hogy innen biztosan nincs kiút, és nem fogunk tovább jutni. Aztán pedig volt, hogy szárnyaltunk, és tényleg mindent, akár egy napon is mindent megnyertünk óriási fölénnyel. És igazából maga a döntő is, a vasárnap délelőtti döntőben is nagyon rossz esélyekkel indultunk. Nagyon rosszul teljesítettünk az első két részfeladatban, aztán igazából az egésznek az végéről egy hatalmas hajrával sikerült nagy csapatmunkával behoznunk. Komonyi Orbán Balázs, a csapat másik versenyzője azt mondja, életre szóló élményben volt részük, és számos új barátra tettek szert. A fiú elmondása szerint végig szerették volna a legtöbbet kihozni magukból, jól teljesíteni. Eleinte úgy gondoltuk, hogy kihajtjuk magunkat, beleteszünk mindent, amit lehet, de nem gondoltuk azt, hogy most ezt meg kell nyernünk, vagy ilyen helyen kell végeznünk, egyszerűen csak tettük, amit szerettünk volna. A versenyzők nem is sejtették, hogy minden várakozást felülmúló eredménnyel térnek majd haza. Első helyen végeztünk, megnyertük. Egyáltalán nem volt biztos az, hogy nyerünk. Nagyon nagy hajrát kellett hozni a végén, hogy behozzuk a lemaradásunkat. Valószínű volt, hogy egy másik csapat fog nyerni, mert ők mindig az élmezőnybe tartoztak, mi pedig néha így kiszakadtunk, néha elmaradtunk ettől, de sikerült behozni a hátrányunkat a végén. Nyertünk fejenként egy biciklit, a csapat, nyertünk egy két éjszakás wellness hétvégét, nyertünk országos kék túra csomagot, az iskola is nyert 30 fős vándortábor lehetőséget. A fiúk elmondták, hogy bármikor megismételnék a versenyt, és ha lehetőség nyílik rá, szívesen vesznek részt hasonló kalandban.